Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Bérlet, bérlet, őszi színházi bérlet, jöjjenek, jöjjenek, mert gyorsan elfogynak a helyek. Közeleg a kiskunhalasi őszi színházi évad, melyben három előadást láthat a közönség neves színészek főszereplésével. A korábbi bérlet tulajdonosok július 9-én és 10-én, az új bérletesek pedig július 11-től válthatják meg helyeiket a főtéri Városmarketing irodában. A bérletet itt keresse! Fogták a betörőket, közel 30 bűncselekménnyel gyanúsítják a férfiakat. Most már sima az aszfalt, átadták a 72 millió forintos beruházás keretében megújult Klinódi utcát. Folyik az Ady Endre utca felújítása is, az aszfaltozás előtt megoldják a vízelvezetést is. Sportosan telik a nyár, idén is népszerű a tenisztábor. Jó estét kívánok! A Halas Televízió hétfői hírösszefoglalóját látják, kérem tartsanak velünk! Elkészült a nagyforgalmú Klinódi utca felújítása. A 72 millió forintos beruházáshoz a belügyminisztériumtól 30 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezett. Az utat ma adták át. Halasan ebben a ciklusban összesen 7 gyűjtőút készülhet el, és a lakossági kezdeményezésű útépítések is jól haladnak. Nemrég még a munkagépek dolgoztak a Halasi Klinódi utcán, az útfelület és a patkarész is igen rossz állapotban volt. Ma már rá sem lehet ismerni az útra. Sima aszfalton gördülhetnek a járművek. A 72 millió forintos beruházást most már hivatalosan is átadták a lakosság használatába. Azt gondolom, hogy azt a vállalásunkat, amelyet önkormányzati szinten megfogalmaztunk, és azt gondoltuk, hogy minden évben egy gyűjtőutat legalább fel fogunk tudni újítani. Ezt sikerült tartani itt az elmúlt évek folyamán, sőt, itt a ciklus végéhez közeledve én azt tudom elmondani, hogy nem 5, hanem 7 darab utat fogunk tudni felújítani. Ezek közül az egyik a Klinódi utca is. Ez a kivitelezés 72 millió forintból készült el, és én azt gondolom, hogy nagyon jó minőségben is ismét egy olyan utat tudtunk felújítani, amelyre nagyon ráfért már a törődés, hiszen valóban rendkívüli módon bosszantotta az erre járókat az, hogy a legnagyobb igyekezetünk ellenére is rengeteg kátyú alakult ki rajta. De ezzel a mostani felújítással én azt gondolom, hogy sikerült megint egy utunkat kultúráltá 21. századivá tennünk, és abban reménykedem, hogy nagyon sokáig fogja tudni szolgálni ilyen minőségben a város lakosságát. A Geo út Kft. Kivitelezésében 702 folyóméternyi szakaszt újítottak fel, az út melletti földpatkát is rendezték, illetve az út mentén nyílt szikkasztó árkokat alakítottak ki. A beruházás az egész város szolgálja, de az adott körzetnek is sokat jelent. A ciklus elején, amikor megalkottuk a gyűjtőutak listáját, akkor ez még nagyon sokadik lett volna, de sikeresen a polgármester úrral történt tárgyalásoknak köszönhetően jóval előrébb került a Klinódi utca felújítása. Ugye pluszban kaptunk hozzá kormányzati támogatást, az 5 gyűjtőútból 2 itt a körzetben valósult meg, a Petőfi utca is úgy valósult meg, hogy kormányzati támogatással, úgyhogy a gyűjtőutak szempontjából én azt gondolom, hogy a körzetben igen komoly előre lépések történhettek. A lakossági közös útépítések kapcsán is már a 4. utca van folyamatban éppen, a Róna utca, amely a közeljövőben rendezettebb útfelületet kaphat. A megújult Klinódi utca nagyobb sebességre csábítja a közlekedőket, de azt kérik mindenkitől, hogy tartsa be az előírt sebességhatárt, ami a Klinódi utcán is 50 km/h. Halason vannak még folyamatban lévő útépítések. Az Ady Endre utca az egyik munkaterület, a kivitelezők felbontották a korábbi burkolatot, és az útjavítás mellett megoldják a csapadékvízelvezetést is, hiszen eddig nem volt hová elfolynia a víznek.
Várhatóan 2 hónapig tartanak majd a munkálatok. A kivitelezők szeretnének elkészülni az iskola kezdésre, hiszen iskola és óvoda is van az Ady Endre utcában. A lakosságtól továbbra is türelmet és megértést kérnek, illetve azt, hogy a felújítás idején kerülő útvonalon közlekedjenek. Az Ady Endre utcával párhuzamosan folyik a Szent Imre utca elejének megújítása is. A macskaköves szakaszt aszfalt váltja majd fel, ám előtte még vízhálózat rekonstrukciós munkálatokat is végeznek. Rendkívüli testületi üléssel indult a hétfő reggel a Halasi Városházán. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának kiegészítéséről kellett döntést hozni. A külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas Harkakötöny konzorciuma által című pályázat vonatkozásában Halas önkormányzata Harkakötöny önkormányzatával közös közbeszerzési eljárás keretében kívánja beszerezni az építési kivitelezőt. Ennek az eljárásnak a lefolytatásához vált szükségessé a testületi határozat. A régi félegyházi utat tervezik zúzottköves megerősített útalappal felújítani a halasi szennyvíztisztító teleptől egészen a Harkatóig. Az útjavítás mintegy 7 kilométert érint, és körülbelül 140 millió forintos beruházás. Van, aminek még keresik a tulajdonosát. Elfogta a rendőrség azokat a férfiakat, akik a gyanú szerint közel 30 bűncselekményt követtek el. Hónapokon át tartó betörés sorozat során legalább 3 millió forintnyi értéket vittek el házakból. A 3 kiskunhalasi férfit összesen 28 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a kiskunhalasi rendőrkapitányság. Jellemzően családi házakba mentek be, befeszítették az ajtókat, ablakokat. A házakban aztán kutatást végeztek, és tulajdonképpen elvittek, amit csak tudtak. Így az étkészletektől kezdve a trófea gyűjteményig sok minden szerepel a bűnlistán. Az ügy felgöngyölítése még február 7-én kezdődött. Ekkor vettek őrizetbe egy 40 és egy 42 éves helyi lakost. A két férfi a gyanú szerint 2018. szeptembere és az elfogásuk közötti időszakban közösen legalább 27 lopást követett el. Egy bűncselekményre csatlakozott hozzájuk harmadik társuk. Kapitányságunk összesen 28 vagyonelleni bűncselekmény elkövetésével gyanúsít 3 férfit, akik közül ketten jelenleg is letartóztatásban vannak. Az elkövetők a legtöbb esetben ajtó, illetve ablakbefeszítés módszerével jutottak az ingatlanokba, ahonnan különböző értéktárgyakat tulajdonítottak el. A gyanúsítottaktól lefoglalt értéktárgyak közül néhánynak jelenleg sem ismert még a tulajdonosa. A lopások, rongálások és betérések során összesen legalább 3 millió forint anyagi kárt okoztak. A nyomozás vizsgálati szakaszában a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, az iratokat a napokban átadták az ügyészségnek. A lefoglalt tárgyak között jellemzően még festmények nem kerültek vissza a jogos tulajdonosukhoz, így aki felismeri ezeket, jelentkezzen értük. Most a halasi hölgyeken a sor. Folytatódik a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház emlőszűrő vizsgálata. Egészen július 12-ig a népegészségügyi program keretében azoknak a 45 és 65 év közötti hölgyeknek a jelentkezését várják, akik meghívó levelet kaptak, mivel 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrő vizsgálaton, vagy az első megszólítás alkalmával távol maradtak. A vizsgálat a meghívó levél felmutatásával ingyenes, nem kell hozzá még házi orvosi beutaló sem. Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható. A mammográfiás szűrőközpont a Dr. Monszbart László utca 1 szám alatt található. A múlt héten 37, ezen a héten pedig 23 halasi és környékbeli, kisebb és nagyobbacska gyerek tanulja a tenisz alapjait a Halasi Teniszklub salakjain. A minden előzetes várakozást felülmúló érdeklődés nem véletlen, hiszen a technikai képzés mellett nagyon sok mindent tanulnak itt az 1 hét alatt a résztvevők. Különleges motivációt jelent a gyermekek számára, hogy a hétvégén sporttörténelmet írva a felnőtt első osztályú csapat országos bajnoki címet nyert. Telt ház a Halasi Teniszklub salakjain. Az elmúlt évek hagyományait követve ismét nagyon népszerű tenisztábor zajlik a salakos pályákon. Idén 9. alkalommal rendezzük már a táborunkat, és azt hiszem, hogy ekkora létszámmal még sosem bírtunk a nyári szünetben. Az előző csoportunkban 37-en voltunk, most 20, ebben a második turnusban 23-an kezdtük el a hetünket. És azt gondolom, hogy az ideális csoport ez a 23 létszám, de akkora érdeklődés volt az előzőben, hogy úgy gondoltuk, hogy több edzővel bevállaljuk, hogy a gyerekeknek az érdeklődését, illetve kedvét azt ki tudjuk
kedvükre használni, és hogy nagyon nagy célunk a tábornak, hogy a klubnak is játékosokat, utánpótlást biztosítsunk, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az idén arra, hogy megtartsuk a gyerekeket, akár nyáron majd egy közös szombatot, vagy egy csoportos oktatásba vegyenek részt, hogy talán úgy könnyebben lehet ezt a sportágban benne tartani őket, mint amikor csak egyéni edzésekben vesznek részt. A Hudák testvérek családi programként részesei a tábornak. Anyukám egyszer avval állított be otthon, hogy mivel nem tud minket sehová rakni, mert ő még mindig dolgozik, így gondolta, eljövünk ebbe a táborba, mert ez jó is, meg vannak itt barátnőim is, és nem fogom egyedül érezni magamat. És öcsém is egy kicsikét ideges szokott lenni, amikor úgy vagyunk valahol, ahogy ő nem szeretné, és akkor anyukám így gondolt, hogy akkor elhoz minket ide. A teniszben az a jó, hogy lehet átlőni a labdákat egymásnak, és ezt szoktuk tanulni így ebben a táborban. Dorka és Kamilla is sokat vár az egy héttől. Először anyukám mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, először furán néztem, mert ilyen sportot még nem csináltam, de aztán kedvenek kaptam hozzá, és eljöttem, hogy ezt a sportot is kipróbáljam. A testvéreim szeretnének teniszezni, úgy gondoltam, hogy ők is jöhetnének, és akkor én is megtanulok. Kamilla, eddig milyen feladataitok voltak ma délelőtt? Mi volt a feladat? Megtanultuk a tenyerest, és az ütésformákat. A gyakorlásokat kiváló szakemberek vezetik. Szerintem nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel megismertessük a tenisz alapjait. Nyilván ez egy labdajáték, mint minden labdajáték, az hozzájárul a gyerekek fejlődéséhez. Itt nyilván nagyon összetett dolog, ez nem csak mozgási részről, hanem ugye gyakorlatilag szellemileg is fejleszti a gyerekeket, közösségi hozzáállásuk is javul, tehát itt összetett fejlesztésről van szó. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megszeretessünk valamilyen labdajátékot a gyerekekkel, és a tenisz erre nagyon alkalmas, azt gondolom. Illetve még azt tenném hozzá, hogy akinek labdaérzéke van, és korán elkezdi, nyilván motiváltabb is lesz, megszereti ezt a sportot, és aztán későbbiekben egy óriási kincs lesz majd a kezében, bár ezt elmondhatjuk majdnem minden sportra, ami labdajátékkal kapcsolatos. Az óriási érdeklődés már is előre vetíti a következő jubileumi tábor sikerességét. Még van idő elkészíteni a várost népszerűsítő fotókat, mint köztudott kilátóvá alakítják át a Halasi Városháza épületének tornyát. A beruházáshoz kapcsolódóan egy fotópályázatot hirdetett Halas önkormányzata. A 30 méter magas toronyban több bemutatótér áll majd rendelkezésre, ahová kiállításokat terveznek. Ezen tereket szeretnék felhasználni arra, hogy a látogatók érdeklődését felkeltsék a város épített, természeti, kulturális értékei és eseményei iránt. Olyan fotókat várnak, amelyek a mai Kiskunhalas szépségeit vonzó, elgondolkodtató, érdekes és látványos perspektívából mutatják be. A fotópályázatra épített érték, természeti érték, esemény és magasból készült felvételek kategóriában várják a pályaműveket. A beadási határidő július 31-e. A pályázati kiírás a kiskunhalas.hu oldalon található meg. Az idei évben már sokféle témával várta az érdeklődőket a Forrásúj Tükörklub. Most ismét egy zenei témájú est lesz a Sétáló utcai közösségek házában. Ezúttal a hegedű kerül majd középpontba. Ábrahám Bence tart Bach estet. A program július 9-én kedden 18 órakor kezdődik. Jövő kedden külső helyszín és tábortűz szerepel a programban, augusztus 6-án pedig a 90 éves Barát Józsefet, a város közismert művész tanárát köszöntik a közösségek házában. Kedves nézőink, a folytatásban röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb híreit. Elfogták a betörőket, közel 30 bűncselekménnyel gyanúsítják a férfiakat. Most már sima az aszfalt, átadták a 72 millió forintos beruházás keretében megújult Tinódi utcát. Folyik az Ady Endre utca felújítása is, az aszfaltozás előtt megoldják a vízelvezetést is. Sportosan telik a nyár, idén is népszerű a tenisztábor.
Ez volt hétfő esti hírösszefoglalónk, viszont érdemes lesz továbbra is minket választani. Most jön az időjárás előrejelzés, aztán pedig a napi mozaikban a fővárosban megtartott Semmelweis napi ünnepségről mutatunk néhány érdekes részletet. Friss híradóval holnap, vagyis kedden este 7 órakor várjuk Önöket. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak majd. További szép estét kívánok, viszontlátásra!